Ez az az autó, amelyet Gyulai Pál vásárolt meg 2004-ben. A CIB szerződésen az szerepelt a hitelösszeg 1 millió 755 .000 forint, a futamidő 72 hónap, a törlesztő részlet pedig 31 .000 forint havonta. Az egyösszegű befizetési rovatnál a sértett elmondása szerint nem szerepelt semmi, a szerződést így írta alá. Azonban a 72 hónap letelte után nagy összeget követelt a pénzügyi intézmény. 850 ezer forint volt, amit nekünk az utolsó hónapban be kellett volna fizetni. Most mi a bankkal megkérdeztük, hogy hogy létezik ez, mint létezik, és a bank azt mondta, hogy benne van a szerződésével. Én mondtam, hogy nekünk nincsen olyan szerződésünk, amin ez rajta lenne. Erre a bank megküldte ezt a szerződést, amin észrevettük, hogy az én aláírásom nem Helyes, nem az én aláírásom. A bank által kiküldött szerződésen vette észre a család, hogy az egyösszegű befizetési rovatnál az szerepel, 702 ezer forint megfizetése esedékes a 72. hónapban. A svájci frank árfolyamának változása miatt azonban már 850 ezer forintot követelt a pénzintézet. A szerződésen, amin megtaláltuk a problémát és a hibát, az adós aláírása, ez az én aláírásom, és az ügyfél aláírása, ezt már hamisították a banknál. Tehát ezt nem én írtam alá. Ezt jelezték többek között a PSAF és a pénzügyi intézmény felé, a Cib Leasingnek peren kívüli egyességet is ajánlott, akár a pénzintézet nemleges választ adott, ekkor kezdődött a pereskedés. Igazságügyi írásszakértő állapította meg, hogy a bank által küldött szerződés másolaton, az ügyfél felirat fölötti aláírás hamis, nem Gyulai páltól származik. A másodfokú bíróság pedig 2015 június végén hagyta helyben az elsőfokú ítéletet, ennek ellenére Gyulai Pál elmondása szerint a pénzintézet nem fizette ki a perköltséget, sőt az autó törskönyvét sem adta oda jogos tulajdonosának. Törvényesen meg lett most állapítva, ami a másodfokú határozatban benne van, hogy kötelezi a zalperest, hogy ezt az összeget törölje, és a költséget valamint az ügyvédi költségeket 15 napon belül nekem fizesse meg. Hát eddig, a mai napig már egy hónap telt el a határidőt túl, és a bank, telefonáltunk neki, levelet írtunk neki, de még semmit az ég adta világon nem lépett. Tehát nem közölte velünk, hogy fizetek, nem fizetek, vagy bármi, mint az egész per lefolyása alatt nem működött egyáltalán együtt, hanem még ott is egy tárgyaláson se jelent meg. Televíziónk természetesen megkérdezte az ügyről a pénzintézetet is. A CIP csoport kommunikációs osztálya megkeresésünkre egy 2013-as törvényre és annak banktitokra vonatkozó rendelkezéseire hivatkozva az alábbiakat válaszolta. Pénzügyi intézményünknek a jelenügyben konkrét érdemi információ kiadására nincs lehetősége. Mindemellett hangsúlyozni kívánjuk, hogy amennyiben társaságunkkal szemben jogerős bírósági ítélet születik, az abban foglaltakat, társaságunk minden esetben maradéktalanul betartja, illetve az ítéletben foglaltaknak megfelelően jár el.